Jó kérdés. Nagyon szeretnék majd gyereket. Nem tudom, hogy mikor, de én nem gondolkozom azon, hogy már jó lenne. Majd ha jön, akkor jönni fog. És jön? Hát lehet, hogy van, tudom. De hogy van valaki a láthatáron? Van egy meglepetés vendégünk? Vagy? Igen, nyilván. Félsz, hogy mit kérdezek? Nem félek, rettegek. Miért? Rosszul az, hogy félek, rettegek. Ismersz, tudod, hogy nem vagyok olyan. Pont ezért. Hogy most nagyon örülök, mert hogy ugye elindulsz majd egy műsorban, ami azt gondolom, hogy sok szempontból is fontos. Egy kicsit kitörsz egy skatujából, ez a szép fiú sorozatsztár vagyok image, és meg tudod mutatni magad, amilyen te valóban vagy, meg ahogy én is ismerlek téged. És azért azt ugye kevesen tudják, hogy te iszonyat sokat játszol. Hát mennyit játszol egy hónapban a színházban? Hát sokat. 15-20 előadásom van körülbelül. Hát 12 darabban játszom. Most próbálom a következőt, aztán azután is kezdek próbálni egy újat. Úgyhogy igen, én remélem, hogy azért már kitörtem ebből a szép fiú sorozat sztár imidzsből. Ugye én hát közel 4 éve hagytam ott a sorozatot. A jóban rosszbanról beszélünk. A jóban rosszban. Ami tényleg egy fantasztikus iskola volt számomra, és nagyon szerettem ott lenni, de valahogy kiégtem, és tudtam azt, hogy én többet akarok. Többet akarok, és hoztam egy merész döntést, 25 évesen, és eljöttem, akkor még nem volt ennyi színház nyilván, egy jól fizető munkát hagytam ott, de mikor vállaljon be az ember ilyeneket, hogyha nem fiatalon? De az, hogy ilyen sok darabba játszol, a színészileg nem rossz, mert ugye nyilván ezek a darabok tehát nem úgy mennek, hogy mondjuk egy széria lemegy, és akkor 15 egymás után, hanem ebből is 2, abból 3 vagy 1, tehát hogy nagyon el vagy aprózva. És azért 20 este 20 különböző dolgot játszani, azért az nyilván egy megterhelő feladat. Megterhelő, viszont nagyon élvezem azt a változatosságot, hogy van olyan is, hogy egy nap két különböző színházban két különböző darabot játszom, de én ezt nagyon élvezem, megmondom őszintén, mert ezt nem lehet megmondani, mert a szakma, tehát tudod, hogy milyen az a szakma, nem tudsz unatkozni benne, mert mindegyik előadás más. Én nagyon élvezem ezt. Az, hogy anyukád hát kétszeres világbajnok bűvész, bejárt az egész világot, tehát szerintem az, hogy az ő szakmájában ő egy fogalom. És te egész gyerekkorodban ugye azt láttad, hogy ő a fénybe, a reflektorfénybe, a mama sikeres, nagyon szoros is a kapcsolatotok, de biztos azért sokat voltál nélküle. Hogy ilyenkor ez a gyerekkorodból hogyan emlékszel erre, hogy amikor ő elutazott, vitt magával, vagy inkább a nagymamáddal, akivel szintén szoros volt a viszonyod? Főleg a papával voltam, de azért próbált minél több időt velem tölteni nyilván. Igen, hogy én gyerekkoromban én tényleg elhittem, hogy ő varázsló. Ezt akartam kérdezni, hogy hogy láttad szóval, hogy én, figyelj, én gyerekkoromban tényleg azt hittem, hogy anyukám varázsló. Meg voltam róla győződve. És van egy nagyon édes sztori, hogy éppen, tök mindegy, a WC-n ültem, nyitva volt az ajtó, lehettem olyan, mit tudom én, 4-5-6 éves. Az ajtó most is nyitva. Az ajtó most is, azóta sem változott ez a dolog. És pont volt egy tükör az előszobában, amiből ráláttam a nappalira. És a mama gyakorolt. És ezt a mama el tudja mesélni, nagyon jól lesz a történet. Egyszer belenézett a tükörbe, és azt látta, hogy én teljesen lesokkolódtam, hogy láttam, hogy hátulról veszi elő éppen a dolgokat, és úgy varázsolja elő. És néztem, és rögtön odajött hozzám, hogy hát Mukikám, ez egy illúzió csak. És én teljesen le voltam döbbenve, és viszont volt egy nagyon édes játékunk, hogy amikor elutazott külföldre, akkor mindig beszéltünk a telefonon, és akkor mondta, hogy most ha bemész a hálószobába, ott van a jobb oldali szekrény, ott a harmadik, jobbról a harmadik fiókot kihúzod, ott van egy kék zokni, és a kék zokniban lesz egy kinder tojás. Várjál, ahrutta, most nézd meg! És akkor elrohantam a telefontól, megtaláltam és visszamentem, és hát ez fantasztikus volt, hogy odavarázsolt. És ez az egy kérdésem volt, miután megláttam, hogy ezek trükkök, hogy
rendben, mama, ezek trükkök, jó, oké, rendben. De a kinder tojás, az ugye, az varázslat. És akkor azt mondta, hogy az igen. És megnyugodtam. Hát ennyi, látod, ennyi kellett. Ugye nagyon sokszor osztasz meg az Instádon, meg a Facebook oldaladon is képet a családból, a régmúltból. És azért azt tudom, hogy neked a édesapád elvesztés, ez egy nagyon komoly törés volt. Hány éves voltál, amikor meghal? 10. 10 éves voltál. Egy 10 éves fiú, amikor elveszíti az apukáját, akkor azon túl, hogy szerintem föl se fogja. Én 17 évesen nem fogtam föl, hogy nem lesz már apukám. De hogy akkor rá ösztönszerűen jön egy ilyen súly, hogy most én lettem a férfi a családba, és nekem kell vigyáznom itt a lányokra? 10 évesen ugye megtapasztalni, mi az az elmúlás, vagy az elvesztés maga egy gyerek, egy gyerek számára. Nem, ő beteg volt, hónapok teltek el. Nyilván láttam azt, hogy ő beteg, rákos volt. És láttam azt nyilván, hogy a kemoterápia miatt ugye kihullott a haja, stb. Láttam ezt a folyamatot, de valahogy nem hittem el, hogy ez megtörténhet. Tudod, a gyerek ez nem fogja fel, hogy ez nem történhet semmi baj. És amikor megtörtént ez a tragédia, akkor hát nyilván onnantól kezdve nagyjából megszűntem gyerek lenni. Szóval, hogy teljesen más volt a gondolkodásom onnantól kezdve. Mert onnan, hogy múlnak a dolgok, hogy semmi sem örök. Ezt fölfogtad 10 évesen? Igen. Hogy végignézted ezt a betegségnek, igen, ezt a folyamatát? Igen, hogy... igen, és rájöttem, hogy múlik, minden elmúlik, semmi sem örök. Nyilván, nézd, a halált, azt akárhány éves az ember, azt nem lehet felfogni. Elfogadni lehet, de felfogni sosem lehet azt, hogy egyik percben van valaki melletted, és a másik percben meg nincs, és eltűnik, kész. Ez felfoghatatlan. Az egy elég nehéz időszak, vagy pont ezért, amiért felfogtam, hogy minden mulandó, ezért jött egy ösztönös félelem a mama felé, hogy akkor őt is el tudom veszteni. És ezáltal szorosabbá vált a ti kettőtök kapcsolata? Igen, azért vált szorosabbá, mert ezt a mama észrevette. Látta azt, hogy innentől kezdve nem gyerek vagyok, és felnőttként, teljesen felnőttként bánt velem, megosztotta a gondjait, megosztotta a titkait, és elkezdtünk beszélgetni, mint barátok. És ez azért volt jó, mert nyilván akkor én is így elkezdtem vele beszélni mindenről, és ez a mai napig is kitart, és igazából van egy inkább egy legjobb baráti viszony, mint ez a anya és fia. Nyilván anyukám, hát imádom, hát szeretem, hát ő az egyetlen a világon számomra. Ezt nekik köszönhetem, hogy ezt a korszakot, ezt így átvészeltem. Hát átvészeltük már azért nyilván, mert hogy ez mindkettőnek nehéz volt. És akkor, amikor te ezt csak előálltál, hogy te is a show businessben akarsz lenni, és színész szeretnél lenni, nyilván ez is egy baráti beszélgetés volt, azt ő hogyan? Hát azért igazából, ha valaki, ő pontosan tudta, hogy azért ez, igen, nem egy könnyű. De ez nem egy beszélgetés volt. Én egyfolytában produkáltam magam otthon. Ha volt valami zene, vagy én állandóan táncoltam, énekeltem, bohóck, folyamatosan csináltam az előadásokat, és ő látta ezt bennem, és ő akkor kb. 6 éves lehettem, vagy 7 éves, amikor én mondtam mamának, hogy én színész szeretnék lenni, vagy valami. És akkor 9 éves lehettem, amikor beiratott a Földesi Margithoz, és az a jó mamában, hogy ő nem elfogult. Hogyha azt mondta volna, hogy nem vagyok jó, vagy nem vagyok tehetséges abban, akkor megmondtam volna őszintén, ezt fejezd be. Megmondta volna? Megmondta volna, remélem. Hát akkor Gábor, ő nem merte, hát akkor ti azért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy akkor most fejezd be, Gábor. Ne. Hogy nem tudom, hogy ösztönösen, vagy tudatosan készültem erre az életre, életvitelre, de úgy jött. És a főiskolát, vagyis hát most már egyetem, azt nem is próbáltad? De egyszer próbáltam, az első rostánról kirúgtak, mert kézen állva kellett monológot mondanom, aztán meg lógni kellett a bordásfalon, mind az öt monológot kérték. Egy ilyen eléggé megalázó szituáció volt. Igen, és akkor az volt az indok, hogy túl elegáns vagyok, túl úri fiú, és a színművészetire nem kellenek ilyen elegáns emberek.
És egyetlen egyszer próbáltad? Egyetlen egyszer. És nem bánod, hogy többször nem mentél? Nem. Én semmit sem bánok az életben. Nagyon érdekes. Hát, hogy ez ezzel kapcsolatos, hogy hamar elmúlik minden, akkor ha ez nem megyek lépni. Tovább. Tovább kell lépni, aha. Meg nagymamám mondta azt mindig, hogy amit egy kicsit is erőltetni kell az életben, azt felejtsük el. Ami nem egyértelmű, ugyanaz kapcsolatra, munkára, bár mindenre igaz, de nem egyértelmű, azt el kell engedni, mert csak rosszabb lesz. Hogy én ugyanígy gondolom. Látod, ebben is egyformák vagyunk. Meg a hajunk sűrűsége. Hogy azért, aki téged így ismer, és megmondom őszintén, én is még nem dolgoztunk együtt, azért bennem is volt egy olyan, hogy na, de barányi, olyan nagyképű meg. Szerintem nagyon, nagyon akarod, vagy nem is, hogy akarod-e, vagy hogy ez a stílusod, de hogy egy ilyen nagyon magabiztos vagy. Tehát, hogy néha mondasz ki olyan dolgokat magadról, most már tudom, hogy ez nem így van, amit úgy más nem mond. Tehát, hogy gyere nézze, nézd meg egy darabban, mert abban tényleg nagyon jó vagyok. Hogy azért én tudom, hogy ezt te nem hiszed el. Tehát, hogy benne nagyon sok kétkedés van magaddal kapcsolatban. Nyilván, de hát szerintem egy színpadi emberben folyamatosan kétkedések vannak. Persze, folyamatosan mindig, igen. Kérdések halmaza megy a fejben. Sokan azt hiszik rólam, hogy nagyon nagyképű vagyok, meg beképzelt, meg stb. Ugye, én nem azt mondom, én sok mindenkinek nem mutatom meg a valódi énemet, sőt, mert nem gondolom azt, hogy mindenkinek bele kéne látni, hogy én valójában milyen vagyok. Én amúgy egy nagyon érzékeny is. egy szavát ne higgyék. Szóval nem, de amúgy tényleg ismersz, igen, hogy teljesen más vagyok, mint amit mutatok. Nyilván teszek magam köré egy burkot. De ez volt a legjobb, tehát nem tudtam volna valami szerényebbet választani. Ne, hát nem. Figyelj, ezt dobta a gép, nem tudom. És amit mondok, hogy például gyere el abba a darabba, mert abba tényleg jó vagyok, ezt azért csak barátoknak mondom, meg olyan kollégáknak, akik nem értik félre azt. Nem megyek oda az utcán egy emberhez, hogy figyelj, ebbe a darabba olyan jó vagyok, hogy nem fogsz tudni aludni. Szóval ilyenek nincsenek, ezt tényleg csak barátnak, vagy kollégának mondom. Megtisztelt, ha mind a két jelzővel illet, hogy a kollégád lehetek, illetve a barátod. Igen, de inkább kollega. Na, de jó, hogy... persze. Igen. Hogy... 4 hétig könyörgött, hogy berakjam a műsorba. Igen. De hogy ez a védekezés, ez egyébként pontosan a sorozat miatt jött, amikor ugye lett körülötted egy ilyen, hát egy kisebb ilyen őrület, ugye az újságok mindig kíváncsiak voltak, hogy kivel jársz, te voltál az ügyeletes jóképű, gondolom nagyon sok olyan ember is lett körülötted, akik nem feltétlenül az igaz barátság. Persze, ezeket ki lehet szűrni. Hogy ez egy kicsit így oda is visszavezethető, hogy onnantól datálod, hogy igen, kell húzni egy falat? Igen, mármint hogy érted? Hát, hogy az emberek, hogy nem akartad, hogy sebezhetővé válj, hogy... Igen, talán ezért is, mert amikor bekerültem a sorozatba, akkor óriási visszhangja volt ennek, hogy Ungár Anikó, Baronics Gábor, Safety Pro, meg én nem tudom, milyen jelzőkkel illettek. Igen, egyfajta védelmi mechanizmus volt ez részemről, és érdekes, hogy tényleg mindenki azt mondja, hogy aki majd dolgozni fog velem, azt mondja, jaj, hogy na most ez milyen lesz a Gáborral dolgozni, mert állítólag nem tudom. De, és ahogy eltelik az első próba, már rájönnek, hogy ennél sokkal durvább vagyok. Komolyan beszélni azt nem. De. Tehát azt is szeretem benned, hogy nagyon elfogadod anyukádnak az életét vagy a világát. És nyilván ezt most úgy értem, hogy nehéz lehetett, hogy egyrészt anyukád egy nagyon jó nő. Ezt mondjuk így ki. És hát nyilván azért édesapád halála után a férfiak megszaporodtak körülötte, és hát volt is, amiről ugye tud a nagy nyilvánosság is, hogy te ezeket hogyan viselted, vagy nyilván azért az, amikor az ember azt látja, hogy az anyja boldog, de lehet, hogy lehetne boldogabb is fiúként, szóval én ezt lányként is nehezen viseltem, amíg anyukámnak új párja volt, nem hogy egy fiú, akinek azért az anyja nagyon sokszor mást is jelent. Te ezt hogyan rendezted le magadban? Hát nézd, mivel ugye mondtam, hogy inkább legjobb barát viszony van köztünk. Nekem az a legfontosabb, hogy a mamát szeressék. Illetve nyilván az is fontos, hogy a mama is szeresse, de hogyha azt látom, hogy nem azt kapja vissza attól a férfitől, amit érdemel, akkor szólok. Hál' Istennek most ez így rendben van, és hát most tudom, a Tiborra, tényleg fantasztikus ember a Tibor, és nagyon szeretem.
Volt olyan, akit esetleg te nyitottak nem, föl a szemét? Azért nem voltak olyan sokan, szóval hogy ugye két kapcsolatban éltem, amióta a papa nincsen. Igazából én nem akartam beleszólni ebbe. Szóval nagyon érdekes, hogy ugyanúgy, mint anyukám sem szól bele az én kapcsolataimba. Mindig csak a végén mondja el, hogy hát az a rosszabb. Figyelj, nem? Akkor üljünk le, és akkor figyelj, ez és ez volt. De ő akkor boldog, ha én boldog vagyok. És ez szerintem kölcsönös. Ez oda-vissza működik. Igen, én nem sosem szólok bele senkinek az életébe. Azért, aki veled kapcsolatba kerül, most túl azon, hogy tudja, hogy ez fantasztikus vagy a színpadon, bár nem hisszük el, az még az elképesztő is... Elképesztő szót, azt jobban igen, tehát elképesztően zseniális vagy a színpadon. Amit én nagyon bírok még benned, hogy nagyon udvarjas vagy. Tehát van egy olyan fajta tisztelet, de főleg így akár a nők felé is, de ugye az emberek felé is, hogy ez nagyon ritka, főleg a te korosztályodban, hogy egyfajta tartása van az embernek, hogy ez a nagymamád, meg a mamád hatása. Hát olyan illemtan, meg etikett szabályokat tanultam én itt. Ami, ez a nagyid volt egyébként? Hát nyilván ő adta tovább anyukámnak, és akkor anyukám meg nekem. Igen. Igen, én nagyon megtanultam ezt. Az étkezéstől elkezdve az utcán sétálás egy hölgyel, mindent. És ezt te mondjuk egy mai lány, ezt nagyon hogyan, fura, hogyan nagyon, reagálja? Nagyon fura, amikor hogy kinyitom az autónak az ajtaját, hogy szálljon be, azt nem érti, mit csinálsz? Tényleg. Én vezessek? Vagy mi? Mondom, nem, hát szállj be. Nem. Hát tudod, mert nincsenek hozzászokva, tényleg. Sajnos, ez így kezd elveszni ez a dolog, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a klasszikus dolgok, ezek maradjanak meg, szóval hogy egy férfiban legalább ez legyen klasszikus. És vágysz már így az apaságra, a családra? Jó kérdés. Nagyon szeretnék majd gyereket. Nem tudom, hogy mikor, de én nem gondolkozom azon, hogy már jó lenne. Majd ha jön, akkor jönni fog. És nehéz neked egyébként ismerkedni? Tehát, hogy nyilván van egy sármad, nyilván jóképű vagy, nyilván van már egy... Nem kell fényezni, már... Nem, tehát Gábor, hát rád nézzük, ez van. Mondjuk lehetnél magasabb, de hát ez egy másik műsor. De 190 centi is elég szerintem. Főleg hozzam a magasság. Szóval, hogy nyilván nehéz azért egy ismert embernek, nőként is, de hát férfiként, tehát ki az, aki valóban téged lát? Ebben nehéz. Az egészben. Hát ezt egy idő után ezt azért ki lehet szűrni, hogy ki az, aki tényleg azért van velem, mert miattam, mert engem szeret. De igen, ez egy nehéz dolog, de bízom abban, hogy jól választok. És jól választottam eddig is, és nem vertek át annyira. Annyira. Nem, és nem vertek át. Ez egy összetett dolog nagyon, mert órákig tudnék beszélni, hogy milyenek a nők. De ugyanezt szerintem te is tudod, hogy... Én 16 éve házasságban élek, arról tudok mesélni. Ez előtte lévő életem. Már arra. Szóval... Az előtte lévő életem. Azért beszélgetek fiatalokkal, hogy újra átéljem. Nehéz, ez egy nehéz dolog. Nehéz. Attól függ, milyen életvitelt akarsz élni, vagy akarok élni. Hogyha ide-oda akarok menni, bulizni, csajozni, akkor nyilván ez egy de egyáltalán az, hogy azért egy hónapban 20 estét játszol, most nagy műsorra készülsz, utána próbálsz, utána nem tudom. Tehát azért ezt egy... Én tudom, mert az én férjem civil, hát azért ő is nehezen viselte ezt az elején, aztán beletörődött, vagy elfogadta, vagy tudta, hogy ez a csomag, ez velem van. Azért nyilván ez nehéz, amikor te nem vagy otthon, vagy amikor föl kell állnod a karácsonykor az asztaltól, mert 7 órakor előadásod van. Tehát azért ez nem mindenki. Ez nagyon nehéz felfogni, hogy akkor 2 hét múlva nem megyünk egy hosszú hétvégére, vagy? Hát nem, mert 3 előadásom van. Hát akkor nem lehet lemondani? De. Le lehet. Nem, hát nyilván nem, mert hát ugye betegszínész nincs, csak halott, úgyhogy betegen is. Azt se értik meg sokan, hogy 38 fokos lázzal én bemegyek és játszom. De hát nyilván az, hogy este teljesen más életritmusban élünk mi a színpadi emberek, ugye hát nem tudunk lefeküdni este 10-11-kor aludni, mert akkor pörgünk a legjobban. Eddig hányszor voltál, utolsó kérdés, úgy igazán szerelmes az életedben? Kétszer. Kétszer? Kétszer. És ha már itt tartunk. De nincs Ödipusz komplexus, köszi. Jó, hát 3 a magyar igazság, úgyhogy 30 óra, ha leszel, akkor az lesz az igazi. Én, mint öreg anyád, ezt mondom neked. Legyen így.
nekem 10 kérdésem, amit majd anyukádnak is fölteszek. Kíváncsi vagyok ki, hogy emlékszik. Őszinte válaszokat várok. Csak azt. Hogy be van azt. Na. Van olyan kérdés is, amikor mondtam a lányomnak, hogy te jössz, amit ő írt bele. Csak mondom. Tényleg? Igen. Na. Az első kérdés így hangzik, hogy mit szeretsz a legjobban az életben? Én minden pillanatot megélek, én fatalista vagyok nagyon. Én szeretek élni, szeretem élvezni az életet. Az élet maga szerintem gyönyörű, és sokan nem fogják fel az életet amúgy. Sokan csak a későn fogják fel, hogy nem éltek igazán. És itt nem arra gondolok, hogy mindent meg kell csinálni és úgy élni, hanem hogy minden egyes pillanatot meg kell élni. Minden egyes pillanat egy csoda. Játszani. Játszani? Igen. Hát színpadon lenni. Tehát ez az, ami ő neki. Én azt gondolom, hogy igen, ebben. Hát mondjuk vetekszik az autóversenyzéssel is, amit szintén kipróbál, de én azt gondolom, hogy a fősodor az ő erre készült egész életében, hogy színész legyen. Tehát én azt gondolom, hogy az, igen. Mi volt az első rosszaság, amiért anyukád úgy igazán haragudott rád? Az iskolát, már bocsánat, de hogy így... Hogy nem tanultál jól? Hogy csak érett, mert tudtam azt, hogy mit akarok csinálni, és akkor kémia, fizika, matematika, stb., de arra sem haragudott igazából. Én olyan gyerek voltam, és most is olyan vagyok, hogy nem szeretek visszajönni az emberek bizalmával. És amikor elmentem 13-14 évesen először bulizni, vagy barátokkal, akkor is ott mindenki már cigizett, meg ivott, meg stb., én meg semmit, mert tudtam azt, hogy a mama bízik bennem, és ha egyszer tényleg úgy megyek haza, hogy valami rosszat csinálok, akkor onnantól kezdve nem lesz meg a bizalom köztünk. És nekem ez sokkal fontosabb volt. Azt hiszem, hogy kapott egy pofont, amiért aztán én elnézést is kértem tőle, de hogy az mi volt, azt nem tudom. És hány éves volt akkor? Már iskolás volt szerintem. Összefüggetted az iskolával, hogy esetleg? A német órán valami történt, hogy azt hiszem, hogy ő nagyon, hát ő anyanyelvi szinten beszél németül, és azt hiszem, hogy soha nem kapott ötöst, amiért az ő magatartása ugye hát borzalmas állandóan produkálta magát. És emlékszem, hogy itt nekem konfliktusom is volt a tanárral, mert hogy nem adta meg neki azt. És ugye nem volt annyira jó tanuló, matematikából is mindig zökkenős hangulat volt. És volt egy dolgozat, amiért neki, tehát az volt a kritérium, hogy most akkor ötöst kap, vagy négyest, és akkor ott valamit, mind a 10 válasz jó volt, és akkor azt hiszem az egyik válasz az nem volt jó, áthúzta, pedig jó volt a válasz, grammatikailag is, germanisztikailag is tökéletes válasz volt, csak ő nem ezt várta, mert állítólag megmondta, hogy mi legyen a válasz. Hát ha én elolvasok egy novellát, amire kérdéseket adnak fel, akkor nehogy már ő mondja meg, hogy ő mit lát a novellába, és akkor láttam, hogy jön haza ezzel a dolgozattal, össze volt gyűrve, egy ilyen A4-es papír, és mondom, na, ötöst kaptál? Azt mondja, nem, de nem. Mondom, tehát mitől ilyen gyűrött? Azt mondja, várjál, és akkor el kellett olvasnom a novellát, mert hogy csak úgy értem az egésznek a konfliktusát, és akkor elolvastam a novellát, és akkor rájöttem, hogy lényegében nem is értem. Tehát én szerintem ez egy igazságtalan jegy, és akkor mondom, hogy rendben, mondom, és mitől győzsz? Mondja, azért, mert megkérdeztem a tanárnőt, hogy miért rossz a válaszom? Mire azt mondta, hogy azért, mert nem a bőröndöt kellett volna írni, hanem azt, amire használták egy, mit tudom én, akármilyen kincses ládának. És úgyhogy fogtam magam, hogy gondoltam magamba, mondja a Gábor, összegyűrtem a papírt, odavágtam, feldobtam a padot, és kimentem a szobából, mármint az osztályból. Igen. És akkor azt mondom, hogy Gábor, ez mind, a reakciód az tökéletes, mondom, ez neked van igazad. De ebben a korban és ebben a konstellációban ezt még nem lehet elkövetni, úgyhogy, mert te húzod a rövidebbet. Mi a kedvenc tárgyad, és hogy miért az? Hát ez a fizika. Kérdése. Nem a tantárgy, te szerencsétlen. Viccelek. Én kérek elnézést. Tárgy! Szóval a kedvenc tárgyam? Mi a kedvenc nem tárgyam? Nem tudom, ma még elmondod a választ és esetleg. Nem. Ja, még beszélgetünk? Semmi van. Csak így nézegetek valamit. Szóval? Nem. Mi a kedvenc tárgyam? Fú, ez nagyon nehéz kérdés. Talán van egy a házban egy kép apukámról,
ami a dolgozó szobámban van, és talán az egyik legfontosabb nekem. Ez úgy nagyon, nagyon közel áll hozzám, néha még beszélni is szoktam hozzá. Az a kép? Igen, éppen szakszofonozik. Hát az autó. Csak az autója, amivel most is közlekedik? Mondjuk az az autó most, igen, de a mindenkori autó, tehát ő megszállottan automobil imádó. De nem a, tehát önmagáért, a feelingért, az érzésért, a tökéletesség, a mechanika, a sebesség. Ebben benne van az ő ritmusa, tehát az autó az teljesen leképezi az ő életvitelét, a ritmust, a gyorsaságot, az odaérni, a megcsinálni, a formát, a stílust, a karaktert. Minden egyben van. Igen. Mi az, amin állandóan összevitatkoztok anyukáddal? Hú, nagyon kritikusak vagyunk egymással. Nagyon, és meg is tudunk sértődni egymáson. Szinte látom. Pont ez a jó mamám, hogy nem elfogasz. Tényleg eljön színezve, megnéz, és akkor elmondja, hogy jó, figyelj, azt miért csinálod azt? Na jó, tudod mit, nem, szóval fejezzük ezt be. Ilyeneket szoktuk. De amúgy ilyen nagy... szakmai viták ezek tulajdonképpen. Általában szakmai. Ilyen türelmetlenek vagyunk amúgy nagyon az emberekkel, néha egymással is. Mert mi azonnal akarunk mindent, hogy akkor legyen itt, meg ő is színpadi ember, tudod, hogy milyen, hogy ez legyen itt, hogy igazsak legyen. Úgyhogy ilyeneken, de olyan nagy viták nincsenek köztünk, hál' Istennek. Tudom. Nem tudod? Úristen. Nem szoktatok vitatkozni? Szoktunk, de nagyon hamar elillan, tehát nincs olyan, nem hagy olyan nyomot bennem, tehát én csak a szépre emlékszem. Te csinálod. Meg a jóra, meg tudom, hogy igen. Azt mondta, annyit segítek, hogy te nagyon kritikus vagy. Uh-huh. És ő is uh-huh. veled igen. kapcsolatban. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon kritikusak vagyunk egymással szemben, uh-huh. és ő el is várja, hogy én mondjam, de nehezen viseli, uh-huh. mert tudja, hogy én jól látom, tudod, nem vagyok elfogult. Igen. Egyáltalán nem vagyok elfogult, ő se velem. Tehát az, hogy mi érzelmileg iszonyúan mélyen kötődünk egymáshoz, az egy dolog, de tudjuk egymást kívülről látni. Mi az a törés az életedben, ami nagyon padlóra küldött? Egyértelműen apukám halála. Most nem azóta. Feltétlenül erre gondolok, ez akár szakmai is lehet. Tehát ami, mert nyilván az egy nagyon nagy törés az ember életében, de hogy... Igen, szakmailag úgy vagyok, hogy nincs olyan nagy, szóval, hogy minden valamiért történik, és ez gyorsan, általában gyorsan túl tudok lenni dolgokon. Nem kapok meg egy szerepet, vagy éppen azt mondják, hogy most akkor ez ennyi volt, stb. Azok nyilván abban a pillanatban fáj, de tovább lépek, mert tudom azt, hogy valamiért ennek így kellett történnie. Hát az édesapja elvesztése, 10 évesen. Azt gondolom, hogy ő csak most férfiként érezte azt, hogy hiányzik, tehát hogy férfiként ő hogy beszélgetne az apjával. Azt gondolom, hogy azt hiányolja, hogy láthatta volna őt színpadon, hogy kíváncsi lett volna a véleményére, hogy büszke lenne rá, hogy igen, hogy láthassa őt. Azt hiszem, hogy ez egy nagy hiányérzet nála. Igen. Mi volt a legszebb mondat, amit mondtatok egymásnak anyukáddal? Szerintem az, amit gyerekkorunk óta, vagy gyerekkorom óta mindig mondunk egymásnak, az Ich liebe dich sehr, mert mi németül beszélünk. Mert mi osztrák család vagyunk amúgy. Én azt tudom, de otthon is, most is németül beszélünk? Igen, ő németül beszél, én magyarul válaszolok, most már ez így változott meg. Uh-huh. De én előbb beszéltem németül, mint magyarul. És akkor szerintem a legszebb mondat az mindig, akárhányszor telefonálunk vagy találkozunk, mindig el kell hangoznia, hogy Ich liebe dich sehr. Mama Ich liebe dich sehr, Gábor Ich liebe dich sehr. Ez minden beszélgetés végén? Igen. Még németül beszélsz vele? Hogyne, persze. Igen? Persze. Ez adja hajlandó, a... vagy már magyarul válaszol? Ritkábban, de ez a mi intimitásunk, ez a nagyon mi vagyunk, amikor ez a mi családi nyelvünk, ez amit otthonról kaptunk, amit a nagymamámtól, az én anyukámtól. Azt hiszem, hogy minden családban, vagy minden embernek van egy olyan fajta kis gyökere, nálunk biztos, hogy mondom, hogy ez egyik pillére az, hogy az otthoni német nyelvtudás. Tehát az, hogy ez édesanyám Zsuti, osztrák. Négy szem közt vagytok, akkor... Nem mindig, de gyakran. Mi volt a legrosszabb mondat, amit mondtatok egymásnak?
Nem, ez semmi, ez eszembe sem jut ilyen. Mi? Tehát nem. Kiabálva se, haragudtál, semmi. Nem. Én nem emlékszem ilyenre. Tehát semmi. Igen. Nem, de mondjuk azt ő gyakran csinálja, ha ő felfűtött állapotban van, rohan egyik próbára a másikra, és kicsit türelmetlen, mert tudod, az, akit szeretsz, azzal mersz. Tehát én azt gondolom, hogy mi a legjobban vagyunk egymásba, akár ki is jön nekem, neki. És mi megengedjük egymásnak azt, hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk abban a pillanatban. De soha nem mulasztja el az, hogy felhív, vagy ha nem tud, akkor SMS-be, és elnézést kér, és elmondja, hogy tudod, mama, és én tudom. Ha nem színész lennél, akkor minek tudnád magad elképzelni? Autóversenyzőnek. Miért nem csodálkozom ezen? Mert ha újra születnék, akkor orvos lennék. Igen? Uh-huh. De milyen? Milyen orvos? Plasztikai sebész. Nagyon jó orvos. plasztikai sebész. Amúgy a plasztikai sebésznek kell legtöbbet tudnia, de elképesztően jónak tartom azt, hogy van egy ember, aki meg tud menteni egy életet. És tudja, hogy hogyan... Szóval, hogy szerintem ez fantasztikus szakma. Lennék pilóta is. Látod, az életem színész, mert annyi minden szeretnék lenni, tudom, és minden lesz. Én is az életem, minden akarok lenni, és így minden. Nem, de tényleg két álmom volt gyerekkorom, egyik az autóversenyzés, másik pedig a színház. Pilóta vagy autóversenyző. Igen, tehát igen, valami ilyen. Igen, de valami kreatív, egészen biztos, uh-huh. Hihetetlen, fantáziadús. Akár valami a stílusokkal, nem tudom, mert én divattervező vagyok, beleszületett az igényességbe, a stílus, a karakter kialakításban. Gyakran őt megbélyegzik azzal, hogy milyen divatosan öltözik, hogy ez miért fontos. Nekem nagyobb energiámba és neki is nagyobb energiájába kerülne nem stílusos felöltözni, mert egyszerűen, vagy nem csak két színben látni magunkat. Mert hogy ez olyan, mint amikor reggel fogat mosunk. Tehát nekünk ez a természetes. Ez hozzánk tartozik. Tehát mi nem csináljuk, mi ezek vagyunk. Mi azt csinálnánk, hogyha rendetlenül, vagy nem összeszedetten, és stílustalanul, vagy ízléstelenül néznénk ki, az sok energiába kerülne. Mi az a legfontosabb tulajdonság, amit te keresel egy nőben? Az jó nézen ki. Nem. Nem tudok egyet kiemelni, talán tényleg az hogy lássam, hogy ő például hogy viselkedik otthon a szülőkkel, vagy hogy tisztelettudó-e például, ez egy fontos? Az is, ez nagyon összetett, szóval én tényleg otthonról annyi mindent hoztam ugye mama révén, hogy azért elég nehéz. Szóval nyilván ismered a mamát, tudod, hogy milyen nő. Az, hogy este fellép, délelőtt még főz 2 ebédet, aztán nagyon-nagyon fent van a léc. Szóval, hogy tényleg brutálisan nehéz ez a dolog, de nyilván nem olyan nőt keresek, mint anyukám, szóval nincsen Oedipus komplexusom. Azért ezt így mondjuk már el. Már látom is a újságok címlapján. Már mondjuk el most, hogy nem olyan nőt keresek. De nyilván mindenki az otthonról hozott példát. Tehát családcentrikusság, gondolom a külső a gondoskodás, is. Hogy gondoskodás. Mi azért jól nézzen ki mindig. Nyilván, tehát, hogy ez nyilván egy igen. Esztétikailag, igen. Persze. És közben nyilván szeresse a hivatását úgy, ahogy anyukád. Meg a céltudatosság. Az nagyon, azt köszönöm szépen, a céltudatosság, hogy legyen egy cél az életben. Mert mostanában tényleg rengetegen ember van, aki céltalan életben. Tehát ne csak Baronics Gáborné legyen, hanem legyen egy célja, hanem azt szeretném, hogy láss, hogy tudja azt, hogy innentől ide el akar jutni ennyi idő alatt, és ezt meg akarja csinálni. Az, hogy tengleng, hát itt tanulok, de hát most nem tudom, hogy éppen lehet, hogy ott hagyom ezt az egyetemet, kipelek én már, ezek nem, szóval nem. Hát azon túl, hogy rögtön szerelmes lehessen belé, az nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valódi nő legyen. Tehát, hogy tudjon szeretni, önzetlen legyen, és azt gondolom, hogy az otthon teremtés. Tehát, hogy érezze magát körülölelve. Tehát az, hogy az a komplex nő, aki anya is tud lenni, szerető is tud lenni. És nő tud maradni. Nő tud maradni, igen, azt gondolom. És hogy figyeljen oda rá,
És hogy büszke lehessen rá, tehát, hogy attól még ő egy önálló egyéniség is lehessen, tehát ő erre, tehát ő nem igényeli azt, hogy az a nő az csak érte legyen, tehát ő azt bírja nagyon, hogyha valakinek tehát, egy ne csak saját, Baronics Gábor nem, felesége nem, legyen, egyen, vagy nem, tehát, hanem ő legyen. Ő szeretné, hogy ő valaki igen. Önmaga legyen, igen, igen. És hogyan látod magad? Olyan 10-15 év múlva. Mit értél el? Nem szeretem ezeket a kérdéseket. Nem szereted? Hát pedig válaszolni fogsz rá. Nem tudom. Én nekem sosem elég az, ami van. Én mindig többre és többre vágyom. Az, hogy mire fogok vágyni 10-15 év múlva, ezt nem tudom. 15 év múlva én már azért szeretnék egy családot. És szakmailag? Nyilván vannak óriási vágyaim, de azokat nem mondom el, mert akkor nem teljesülnek. Én azt tudom, hogy te borzasztóan vágysz az elismerésre, vagy vágysz arra, egy olyan fajta, és ezt mondjuk ki, mert ez nem szégyen, mert nekem is volt ilyen pár évvel ezelőtt, hogy vágysz arra, hogy legyen egy áttörés, tehát hogy legyen egy olyan igen. Fordulat az életedben, a szakmai életedben, amitől te oda kerülsz, ahova így te van, szerinted való vagy. De ezt mostanában várom, ezt az áttörés szakmailag, hogy tényleg az legyen, hogy egy elismert színész legyek, és ne a Jóbarozban safety pro-ja, vagy a nem tudom milyen nagyképű Baronics Gábor. De úgy gondolom, hogy jó irányba haladok, és most kapok olyan szerepeket, egyre komolyabb színházakban, egyre komolyabb kollégákkal dolgozhatok együtt, ami egy visszaigazolás arra, hogy jó úton haladok. Nagyon nehéz volt kitörnöm ebből a TV2-s celeb vagyok, és sorozat színész. Szépen fokozatosan ott leszek, ahol szeretnék lenni. Egyrészt szeretném őt látni 15 év múlva, nagyon. És én nagyon remélem, hogy ő kilép esetleg határon túlra is valahol, de ha nem, akkor megmutathassa mindazt, amit tud, mert szerintem nagyon sok minden van benne, ami a színpadot illeti. Tehát azt gondolom, hogy ő a sorsát éli, a Gábor. Tehát ő abszolút azt csinálja, amihez tehetsége van, és ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy ha valaki azt csinálhatja, amiben jól érzi magát, ami evidens, hogy tehetsége van és érzéke van hozzá, azt hiszem, hogy az a boldogság egyik függvénye. És én nagyon remélem, hogy ő az lesz. Helyére kerüljön végre. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt.